Tele volt a kegytemplom előtti tér az augusztusi Mária Púcsi búcsú idején, a szertartásra minden évben tömegek érkeznek. Aznap ráadásul nem ez volt az egyetlen jeles esemény. A szentmisét követően adták át a kegytemplom és a búcsúk által kiérdemelt hungarikumi címet. Az elismerés jelentőségéről a település vezetőjét kérdeztük. Egyik az átlagos hívőt, aki a szűzanyához érkezik Mária Púcsra, őt valószínűleg nem nagyon érdekli, hogy most milyen jelzők kap Mária Pócs, mert ő a szűzanyához érkezik. Ez a 95%-a az ide érkező turistáknak, illetve hívőknek. Az, hogy a hungarikum jelzőt megkaptuk, azért ez a helyi egyházra, a kegyhely vezetésére, az önkormányzat vezetésére is azért ad egy nem kibontott, de azért érezhető elvárást. A településen más fontos dolgok is történtek 2021-ben. A legtöbb embert érintő beruházások a Magyar Falu program keretében készültek el. Ilyen volt az az útfelújítás, amelynek köszönhetően a Mária Púcsra az autópálya lehajtótól bevezető út korszerűsödött. A fejlesztés pozitív hatásait a helyeken túl a búcsúra érkezők is érezhetik. A kisváros határain belül is felújítottak 3 utcát. Ugyanilyen nagy dolognak tartom és életjavítónak, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye bölcsödét épít 350 millió forint értékben, amely nagy űrt fog bepótolni, nem volt még Mária Pócson ilyen bölcsöde, és nagyon várjuk a jövő tavaszt, amikor be tud indulni. Voltak kisebb pályázatok, de azok is fontosak nekünk. Magyar Faluban például el tudtuk érni, hogy a Pócs Petri irányába menő kerékpárútnak a felét, igaz, hogy még a felét tudtuk felújítani, de bízunk benne, hogy jövőre folytatódik a Magyar Falu és pótoljuk. A polgármester beszélt arról is, hogy a járvány ebben az évben is éreztette hatását. A települések elestek különféle adóbevételektől, amely a kisebbeket, így Mária Pócsot is különösen rosszul érintette. 2022 kapcsán elárulta, megvannak már a tervek, milyen fejlesztésekre szeretnének sort keríteni, elsősorban a Magyar Falu és a Top Plus programok keretében. Egy konkrétumot emelt ki, egy nyírségi paraszt udvar kialakítását és látogathatóvá tételét.